Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, megjelent vendégeinket, és kezdjük meg szombatkezdő áhítatunkat, és énekeljük közösen a 276-os számú énekünk első két versét. Tehát énekeljük közösen a 276-os számú énekünk első két versét. Imádkozzunk! Teremtő, szerető mennyei édesatyánk, a mi szívünk valóban téged szeret, és áldunk és magasztalunk mindazért a jóért, hogy a mi bús szíveinket megvigasztaltad, hogy megszólítottál bennünket, és megtaláltál a mi elveszett életünkben. Köszönjük a szabadítást, köszönjük az emlékünnepét ennek a szabadításnak és a teremtésednek is, amelynek éppen előtte állunk. Köszönjük néked mindazt a jót, amit elvehettünk a kezedből az elmúlt héten, és köszönjük a próbákat is, a nehézségeket is. Köszönjük, hogy erősítesz bennünket, hiszen rövidesen valószínűleg még nehezebb napok jönnek, de köszönjük az ígéretedet, amiben bízhatunk, hogy te ott leszel. Ott leszel ma is, itt leszel velünk ezen az Isten tiszteleten, és velünk leszel az elkövetkezendő héten, és életünk hátra levő részében is. Most arra kérünk, áld meg ezt az alkalmat, küldd el a te lelkedet közénk, használd fel a te szolgádat, hogy olyan üzenetet küld számunkra, amelyre szükségünk van, és áld meg ezt az alkalmat és ezt a napot mindannyiunk szívében, légy azokkal is, akik nem tudtak eljönni, és maradj velünk ígéreted szerint. Mindezt fiad nevében kértük. Amen. Most a gyülekezet hallgasson meg egy brácsa szolgálatot Fekete István testvérünktől az ige szolgálat előtt. Thank you.
Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a péntekesti szombatkezdő áhítatunkon, Isten tiszteletünkön, és ahogy azt meghirdettük, ezt a hétvégét, a ma estét és a holnapi teljes napot az egyházról szóló bibliai tanításnak az átgondolásával töltjük el. Én úgy érzem, hogy a mai világban, a 21. században nagyon nagy kihívást jelent az egyház megértése a Bibliából, annak a helyes értése, annak a megértése, hogy nekem mi a szerepem az egyházon belül, mint egyháztagnak, az egyháznak mi a szerepe, küldetése ebben a mai világban, hogy kell azt értelmezni, és ez a legjobb eligazítás a Biblia elsősorban. Ennek érdekében gondoltunk arra, hogy dr. Dániel Duda testvérünket elhívjuk erre a mostani hétvégére, és ezt már tavaly novemberben kezdtük el átgondolni vagy megbeszélni, és ezt a hétvégét kiválasztottuk, hiszen eléggé elfoglal Dániel testvérnek az egész éves programja. Még akkor is így volt ez novemberben, hogy az év közepén, nyarán itt volt ez a generálkonferenciai választási időszak, és még sok-sok minden kérdéses volt ennek következtében, de hála az Úrnak, hogy most ez így megtörténhetett. Dániel Duda testvér most a divíziónknak nem csak hogy a nevelési osztályának a vezetője, és ugye ő elsősorban dogmatikus tanár, aki a főiskolánkon, Nyúboldon is tanít, és az egész egyházat, lelkészeket, tagokat van hivatott így a nevelés osztálynál tanítani, hanem ő a mostani választásnál a divíziónak az úgynevezett field titkára, azaz ez egy ilyen negyedik megkért vezető a divíziónál, az elnök titkár és a pénztáros mellett egy olyan személy, aki a különböző uniókra odafigyel jobban, és segíti az adminisztrációt, a divíziónak a három vezetőjét. Így megkérték erre a feladatra is, és nagyon örülünk annak, hogy ez a mostani hétvége így elérkezhetett. Annak is, hogy ti eljöttetek erre. Egyébként most folyik a főpróbája annak, hogy interneten és kép rögzítésre is, videó rögzítésre is kerül ez a mostani ma esti előadás és a holnapi több előadás. Holnap délelőtt a szombatiskola az megszokott, és a délelőtt Isten tiszteleten is Dániel testvér szolgál, és holnap 2 órától 3 előadás lesz délután, amire szeretettel várunk mindenkit, és este 6 órakor pedig egy szombat záró Isten tiszteleten szintén ugyanebben a témában leszünk. Sok áldást nektek is, és sok áldást Dániel Duda testvérnek is, és természetesen Krisztinek is a fordításhoz. Jó estét mindenken! Jó estét mindenkinek! Mindenkinek, igen. I will speak English tonight. Ma este angolul fogok beszélni. Because that's easier for me. Mert ez könnyebben megy nekem. I'm glad to be back at Székely Bertalan utca. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek a Székely Bertalan utcában. I have some nice memories connected with this church. Nagyon kedves emlékek fűznek ehhez a gyülekezethez. As a visitor. Mint ahogy látogatóként már jártam itt. And a listener. Amikor részt vettem alkalmakon és hallgattam. I'm impressed with the renovation that you did. Nagy hatást tett rám, nagyon tetszik nekem, hogy milyen a renováció, tehát milyen lett a felújítás. And thank you for the opportunity to say something also. És nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy most itt szólhatok hozzátok. And when I was a young person listening to Jim Hussey and Steve
Thompson. Amikor fiatal koromban még Jim Hazit meg Steve Thompsont hallgattam. Mark Finley. És Mark Finley-t. And you told me that one day I will be speaking from the pulpit. I would not believe it. It's possible. És hogyha akkor azt mondtátok volna nekem, hogy majd egy nap te is ezen a szószék, vagy erről a szószékről fogsz beszélni, akkor azt gondoltam volna, hogy ez nem is lehetséges. So, it's very special for me to be here and to address you from this place. Úgyhogy különleges alkalom számomra, hogy itt lehetek és innen szólhatok hozzátok. I don't know about you, but I have to say that as far as I am concerned, Nem tudom, hogy veletek mi a helyzet, de magamra vonatkozóan el kell mondanom. I have come through a lot of changes regarding my understanding of the church. Az egyházzal kapcsolatban nagyon sokat változott a felfogásom, vagy pedig a megértésem. If you have been around the church for more than 2 weeks, hogyha valaki már 2 hétnél hosszabb időt tölt el a gyülekezetben, you know that not everything is well with the church. Akkor az ember felfigyel arra, hogy nincs minden mindig rendben a gyülekezettel. And I don't mean only Christianity with all its divisions. Én nem csak a kereszténységet értem általánosságban az összes szakadással, ami ott van. I don't mean only traditional historic churches losing their members in big numbers. Én nem csak a történelmi egyházakra gondolok, amelyek nagy számban veszítik el a tagjaikat. We can also include the fractions within Adventism. Még az adventizmus körein belül is ezeket a részekre osztásokat is ide lehet sorolni. And generally how the society with its consumers approach influences our thinking. És általánosságban, ahogy a társadalomnak ez a fogyasztói magatartása befolyásolja, vagy hat akár még a mi gondolkodásunkra is. So if you know the words of Jesus from Matthew 16:18, hogyha valaki ismeri Jézus szavait Máté evangélium a 26. fejezetében, a 18. vers, where he says to Peter, I will build my church. Ahol Péternek azt mondja, hogy az én egyházamat erre fogom építeni, we need to ask, what's wrong? Akkor azt fel kell tennünk a kérdést, hogy és hol van a hiba, mi a baj? Hol van a hiba? Again, that's a nice translation. Is the reality that we see what God intended? Vajon ez, amit mi látunk, ez a valóság, az, amit Isten akart? Most young people don't consider the church as a place they want to be associated with. A legtöbb fiatal nem úgy gondol az egyházra, mint egy olyan helyre, amivel kapcsolatba szeretnének kerülni, vagy amivel azonosítani akarnák őket. Most Christians are perceived in a society as judgmental, hypocritical. A társadalomban a legtöbb ember úgy tekint az egyházakra, az egyházak tagjaira, mint akik bírálgatók, mint akik képmutatók. They say one thing and do another thing. Akik egy dolgot mondanak, de más tesznek. And so if you ask most people, tehát hogyha feltesszük a legtöbb embernek a kérdést, they will tell you they are spiritual. Akkor ők azt fogják mondani, hogy érdeklik őket a lelki dolgok. But they don't want to have anything to do with the church. De semmit, de hát nem akarják egyáltalán, hogy bármi közük is legyen az egyházakhoz. Church for them it's like a bicycle to a fish. A számukra az egyház olyan, mint hogyha egy halnak adnánk egy biciklit. A bicycle is a useful thing. A bicikli, a kerékpár nagyon hasznos dolog. But why would a fish need one? De vajon miért lenne szüksége egy halnak egy biciklire? So what I want to do tonight is, tehát amit ma este szeretnék, I want to give you a quick overview. Szeretnék egy rövid áttekintést adni. How is the community understood in the Bible? Hogy a közösséget hogyan érti a Biblia? Because for most of us our religion is me and my sweet Jesus. Mert a legtöbbünk számára a vallás azt jelenti, hogy a kapcsolat köztem és a drága Jézusom között. But the horizontal dimension of the church is not that important. De sokan úgy tartják, hogy az egyháznak a vízszintes kapcsolatai, tehát az emberek közötti kapcsolatai nem olyan fontosak. Now this has something to do with enlightenment. Ez természetesen valamennyire a felvilágosodással van kapcsolatban. For us church is associated with doctrines, with what you believe.
Az, hogy mi egyházak a tantételekkel azonosítjuk magunkat, hogy mi az, amit hisz az ember. When people ask, what's the difference between a Catholic and a Calvinista? Amikor az emberek megkérdezik tőlünk, hogy mi a különbség egy katolikus és egy református között? What's the difference between a Seventh-day Adventist and a Baptist? És mi a különbség egy hetednapi adventista és egy baptista vagy egy pünkösdista között? They think in terms of doctrines. Akkor az emberek általában tantételekben gondolkodnak. But the essence of the church is not the doctrine, it's a person. De az egyháznak a lényege nem a tantétel, hanem az ember. If you open your Bible to the very first page, hogyha a Bibliát a legelső lapon kinyitjuk, it starts in the beginning God. Akkor ez úgy kezdődik, hogy kezdetben Isten. God created. Kezdetben teremté Isten. Second verse. A második vers. Says that the Spirit of God was hovering over the waters. A második versben azt olvassuk, hogy Isten lelke lebeg vala a vizek felett. So God is not only God, God is also the Spirit of God. Tehát Isten nem csak Isten, hanem ő az Isten lelke is. And in verse 3, és a harmadik versben, it says, and God said, és azt olvashatjuk, és mondta Isten, God creates by word. Isten a szavával teremt. And if you go to John, és hogyha János evangéliumához megyünk, you discover that the word, akkor ott felfedezzük, hogy az ige, is Jesus. Az Jézus Krisztus. So in the very first three verses of the Bible, tehát a Bibliának az első három versében, you discover that God is not only the king who sits on the throne of the universe somewhere. Felfigyelhetünk arra, hogy Isten nem csak a világegyetem királya, aki valahol az univerzumban a trónján ül, but he's also the Spirit of God, hanem ő az Isten lelke is, who is like a hen hovering, taking care of the world. Aki így lebeg a világ felett, tehát gondoskodik a világról. That's the Hebrew word meaning. Ez a héber szónak a jelentése, mint egy ilyen tyúk anyó így gondoskodik a világról. And he's also the word that became flesh, according to John. Valamint ő az ige, a teremtő szó, aki János evangéliumán szerint testé lett. So here's the most profound thing you can say about God. Tehát ez a legalapvetőbb dolog, amit Istenről el lehet mondani. God exists in relationships. Hogy Isten a kapcsolatokban létezik. This is incredibly deep and profound. Ez hihetetlenül mély tartalmú és alapvető kijelentés. The essence of reality. A valóságnak a lényege. Is not truth. Nem az igazság. Now truth is important. Nagyon fontos az igazság. But the essence of reality is relationships. Viszont a valóságnak a lényege a kapcsolat. Because true God. Mert az igaz Isten. Exists in relationships. Kapcsolatokban létezik. And there is nothing so important. És nincs más olyan fontos. And so fragile in the universe as relationships. És nincs más annyira törékeny az egész világegyetemben, mint a kapcsolatok. And from the very first page of the Bible, this is clearly emphasized. És a Biblia legelső lapjától kezdve ez az, amit a Szentírás világosan hangsúlyoz. And when you come to verse 26, majd amikor elérkezünk a 26. vershez, then it says, let us make man in our image. Azt olvassuk, hogy teremtsünk embert a mi képünkre, and our likeness, és hasonlatosságunkra, and listen, and let them rule over the fish, és uralkodjék a tenger halain, etc. and other things, és a többi dolgon is, and then 27, majd a 27. vers, so God created man, singular, tehát Isten teremti az embert egyes számban, in his own image, singular, az ő képére, és itt megint egyes számban van, in image of God, he created him, Isten képére teremté őt, férfiúvá, male and female, he created them, tehát teremté őt férfiúvá és asszonyjá őket. Did you see how the singular plural constantly changes?
Észrevettétek, hogy az egyes szám és a többes szám hogyan változik állandóan? Let us create. Teremtsünk embert. And so God created man. He created him. És Isten megteremtette őt. Tehát but, ő megteremtette őt, tehát az Úr megteremtette őt. But he created them. De valójában őket teremtette meg. Here's the bottom line. Tehát itt van az egésznek a lényege. When God who exists in plurality, amikor a többes számban, tehát a többes számban létező Isten creates in his image, a saját képére teremt, he creates plurality of persons. Akkor nem csak egyet, hanem akkor is többes számban teremti meg a személyeket. And because God exists as the Father, Son and the Holy Spirit, és mivel a Szent Háromságban az Atya, a Fiú és a Szentlélek van, tehát ebben a hármasságban létezik, who are one, akik egyek, he creates them in order to be one. Őket megteremti, tehát az első embert, hogy ők is egyek legyenek. What's going on this planet? És az, ami ezen a bolygón történik, is supposed to reflect what's going on in the Trinity. Annak azt kell tükröznie Isten terve szerint, ami a mennyben történik. This is the essence of creation story. Ez a teremtési történetnek a lényege. When God who exists in community, a közösségben létező Isten, he creates something in his image. Valamit teremt a saját képére, he creates a community. És akkor egy közösséget hoz létre. And part of the problem of sin, és a bűn problémájának a része, tehát részben az a probléma a bűnnel, is that it destroys the community. Hogy a bűn tönkreteszi, megrontja a közösséget. Adam, what happened? Ádám, mi történt? Not me. Nem én voltam. It's the woman that you gave me. Hanem az asszony, akit te teremtettél meg. Eve, what happened? Éva, mi történt? It's not me. Nem én voltam. It's the serpent that you created. Hanem a kígyó, akit te teremtettél. I would love to hear. Szeretném hallani. What Eve said to Adam that night evening when they had the pillow talk. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy vajon Éva mit mondhatott Ádámnak este lefekvés előtt. Did she say to him, you know, I was so proud of you, how you said it clearly to God. Vajon azt mondta, hogy olyan büszke voltam rá, hogy olyan világosan megmondtad Istennek. Or did she say, now how are we supposed to be one when the first problem that comes, you blame it on me. Vagy pedig azt mondta, hogy hogyan fogjuk ezt tovább folytatni, hogyha az első probléma, ami fölmerült, az első probléma alkalmával rögtön engem hibáztattál. Because the sin destroys the relationship not only with God. Mert a bűn nem csak Istennel teszi tönkre az ember kapcsolatát, but destroys also the relationship, the horizontal relationship between people. Hanem az emberek közötti vízszintes kapcsolatot, vízszintes irányú kapcsolatot is tönkreteszi. And God throughout the history will work with the community. És a történelem során Istennek mindig is az volt a terve, hogy egy közösséggel dolgozzon együtt. And when the community of children of Adam create a Babylonian tower. És amikor Ádámnak a leszármazottai a Bábel tornyát akarják létrehozni. God calls Abraham. Isten elhívja Ábrahámot. So that through him and his family. Hogy Ábrahám által és az ő családja által. All the families of the earth would be blessed. A föld minden családja áldásban részesüljön. God works through community. Mert Isten a közösségen keresztül akar munkálkodni. You and I need the community. Mindannyiunknak, nekem is és neked is szükségünk van a közösségre. As an African proverb says, van egy afrikai közmondás, ami úgy szól, it takes a village to raise a child. Hogy egy falu kell egy gyerek felneveléséhez. We need the community. Szükségünk van a közösségre. We need one another. Szükségünk van egymásra. Listen to this. Hallgassátok meg ezt. Ephesians 3 verse 10 and 11. Efézusi levél harmadik fejezetének a 10. 11. verse.
I don't know, my Bible must have been glued at this place when I was growing up. Lehet, hogy az én Bibliám összeragadt, miközben éppen még, hát miközben gyerekkoromban felnövekedtem, lehet, hogy ezek a lapok össze voltak ragadva. I never read this text. Soha nem olvastam ezt a szöveget. Although I read it many times. Pedig többször elolvastam a Bibliát, sokszor. You know what I mean. Biztosan tudjátok, hogy mire gondoltok. You see what you want to see. Mert az ember azt látja, amit látni akar. Verse 10 says. A tizedik vers az Efézusi levél harmadik fejezetében azt mondja. It is God's will. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers of authorities in heavenly realms. Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége. How the heavenly authorities, the spiritual bodies, hogy a mennyei fejedelemségek és a lelki testületek will know the marvelous wisdom of God. Hogyan fogják megismerni Isten csodálatos bölcsességét? How they will know it? Hogyan fogják megismerni? Through the church. Az egyház által. Verse 20. A 20. vers. To him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk. According to his power that is at work within us. Ami bennünk munkálkodó erő szerint. To him be the glory in the church. Annak legyen dicsőség az egyházban. And in Christ Jesus through all generations. A Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre. I thought that God's glory is that you and I stay faithful like Job. Én mindig úgy gondoltam, hogy az szolgál Isten dicsőségére, hogyha ti is és én is hűségesek maradunk épp úgy, mint Job. So whatever comes into our lives, tehát bármi is történjen az életünkben. I will say I will not allow outward circumstances to change my inner relationship with God. Azt mondja mindig, hogy bármi történjék az életemben, nem fogom megengedni, hogy a külső körülmények megváltoztassák a kapcsolatomat Istennel. And if I am faithful like that, és hogyha én ennyire hűséges vagyok, everything is great. Akkor minden rendben van. And if he is unfaithful, she can do that. Their problem. És hogyha ő hűtlen, vagy ő pedig a másik dolgot teszi, az az ő problémája. But here it says, itt viszont azt találjuk, that God's amazing wisdom, hogy Isten csodálatos bölcsessége, will be seen by the angels and demons, hogy Isten csodálatos bölcsességét látni fogják az angyalok és akár a démonok is, and that God will accomplish his purposes through the church. És Isten a szándékait az egyház által fogja véghez vinni. In 1996 there was Olympic Games in Atlanta. 1996-ban Atlantában volt olimpia. And you know that after the Olympics, Olympic Games, you have Paralympic Games. És tudjátok, hogy az olimpiai játékok után rendezik meg a paraolimpiát. Immediately in the same place few months later for those who are physically disabled. Néhány hónappal közvetlenül az olimpiai játékok után rendezik meg a paraolimpiát azok számára, akik valamilyen fizikai hát hiányossággal küzdködnek. One of the most memorable experiences of these Paralympic Games in Atlanta. Atlantában az egyik legemlékezetesebb ilyen játék, tehát ilyen paraolimpiai játékon az történt. Was 100 meter dash sprint. Volt egy 100 méteres futás, ez a sprint futás. Run by people with Down syndrome. Olyan emberek voltak a versenyzők, akiknek ilyen down kórosok voltak, tehát. And as the starter fired his gun. És amikor a start pisztolyt elsütötték. People started to run. Az emberek elkezdtek futni a versenyzők. And after a few meters. És néhány méter után. One of the runners fell. Az egyik futó, az egyik versenyző elesett. And you know what happened? És tudjátok, hogy mi történt? They kept running.
A többiek futottak. And then they realized that one is missing. És akkor észrevették, hogy az egyik hiányzik. They stopped. Akkor megálltak. They came back. Visszafordultak, visszamentek. Picked him up. Felsegítették. Dusted him off. Leporolták egy kicsit. Put the arms around him. Átkarolták a vállát. And together they came to the end. És együtt mentek a célig. Why? Miért? Because for people with Down syndrome. Azért, mert a Down-kóros emberek. It's not the most important that I win. Számára nem az a legfontosabb, hogy én nyerjek. But that I help. Hanem az, hogy én segítsek. We are in it together. Mert együtt vagyunk benne. And we call them disabled. És mi nevezzük őket fogyatékosoknak. Because Bible says. Mert a Biblia azt mondja. That the whole world. Hogy az egész világ. That the angels. Az angyalok. Are going to say. Azt fogják mondani. Aha, now we understand. Igen, hát most már megértjük. Now we see what God is after all. What is it all about? Most már végre látjuk, hogy milyen is Isten. It's not about how fast I can run. Nem az a lényeg, hogy én milyen gyorsan tudok futni. How capable, successful I am. Milyen tehetséges és milyen sikeres vagyok én. It's how we help one another. Hanem az a lényeg, hogy mi hogyan segítünk egymásnak. What kind of community we are together. Milyen közösséget tudunk együtt formálni. But for community to flourish, ahhoz, hogy a közösség virágozzon, hogy felvirágozzon, people need to be connected with God. Nagyon fontos, hogy az emberek kapcsolatban legyenek Istennel. Because sin in me says me, look at me. Mert a bennem lévő bűn folyamatosan azt mondja, hogy én, és nézzetek rám. I know the answer. Én tudom a választ. I want to be successful. Én sikeres akarok lenni. I want to be popular. Népszerű akarok lenni. And that's why God works with the community. És pontosan ezért munkálkodik Isten a közösségben. So that we are healed of our self-centeredness. Azért, hogy meggyógyuljunk az önzésünkből. But the people in the Old Testament. De az ószövetségi nép. Did not follow the root of creation, the community. Nem követte az a tehát a teremtési gyökereket a közösségre vonatkozóan. They follow the root of the fall. Hanem a bűnesetnek a gyökereit követték. It's not me, it's the woman, it's the serpent. Nem én, hanem az asszony, nem én, hanem a kígyó. And the crisis of the Old Testament is the crisis of community. És az ószövetségi válság vagy krízis a közösség válsága. Exodus 3 says that God heard the cry of his people. Mózes második könyve harmadik fejezetében azt olvashatjuk, hogy Isten meghallotta a népek kiáltását. That's why he brings Exodus, the salvation act. És ezért hozta el Isten a kivonulást, a megmentő tettet. So that they are one nation together. Hogy one community. Hogy együtt egy nép legyenek, egy közösség legyenek. But 6 weeks later, de 6 héttel később, he tells them under Sinai, azt mondja nekik a Sínai hegy alatt, if a poor man borrows a coat from you, hogyha egy szegény ember kölcsönkéri a kabátodat, remember to return it before sunset. Ne felejtsd el visszaadni neki még naplemente előtt. Because if he cries to me because he is cold, mert hogyha ő felkiált hozzám azért, mert fázik, then I am not on your side, I am on his side. Akkor én nem a te oldaladon fogok állni, hanem az övén. Why? Miért? You forgot to be the community. Mert te elfeledkeztél a közösségről, arról, hogy közösségben vagy. You liked it when I heard your cry. Te örültél annak, amikor a te kiáltásodat, szavadat meghallgattam. But now you don't want to help someone else who is crying because he's cold. De te nem akarod meghallgatni valaki másnak a kiáltását, aki fázik és azért sír. Each crisis in the Old Testament is a crisis to create community. Az Ószövetségben minden egyes válság a közösség létrehozásának vagy megmaradásának a válsága. Crisis of unity. Az egység krízise. Crisis of disobedience to the purposes of God. Az Isten szándékai iránti engedetlenség válsága.
instead of being an embracing community, ahelyett, hogy egy mindenkit befogadó közösséget formáltak volna, they turned religion into exclusivistic club. A vallást egy ilyen kizárólagos klubbá változtatták. If you are different than us, you are suspicious. Hogyha te más vagy, mint mi, akkor mi gyanakodva tekintünk rád. So Jesus, God himself needs to come down. Ezért Jézusnak, tehát Istennek, aki Isten volt saját maga, le kellett jönnie hozzánk. For 3 years he worked with the disciples. 3 éven keresztül munkálkodott a tanítványok között. Teaching them to be one community. És arra akarta tanítani őket, hogy egy közösség legyenek. What did you discuss on the road? Miről beszélgettetek ti az úton? Who is the greatest? Hogy ki a nagyobb? So contrary to his spirit. Annyira ellentétben állt ez a Jézusi lelkülettel. And then we come to John 17. Azután elérkezünk János evangélium a 17. fejezetéhez. The last night before he died. Jézus halála előtti utolsó este. What's so heavy on the heart of Jesus? Mi volt, mi nyomta olyan nagy súlya Jézus szívét? What is he praying for? Miért imádkozott Jézus? What bothers him the most? Az, ami a leginkább zavarta őt. Is not what is going to happen to him. Nem az, ami ővele fog majd történni. Remember, crucifixion is how Romans discourage people from rebelling against Rome. Ne felejtsük el, hogy a keresztre feszítés volt a római eszköz arra, hogy eltántorítsa az embereket az ellen, hogy Róma ellen fellázadjanak. So a torturous way to die. Úgyhogy ez a halálnak egy különösen kínos vagy kínzó módja volt. But Jesus is not praying, oh, I have been faithful all my life. Why is this happening to me? De Jézus nem azért imádkozik, hogy vagy nem azt mondja imájában, hogy egész életemben hűséges voltam, akkor miért történik ez velem, velem, velem? You know what he says? Tudjátok, hogy mit mond? What kind of relationship are they going to have? Milyen kapcsolatban lesznek majd ők? Will it reflect the relationships we have in the Trinity? Vajon ez tükrözni fogja azt a kapcsolatot, ami a Szent Háromságban közöttünk megvan? Because by this the world will know. Mert ezáltal a világ majd tudni fogja. That you are a different type of community. Hogy ti egészen más közösség vagytok. Why did he bring them out of Egypt? Miért hozta ki Isten őket Egyiptomból? So that they are a different type of community. Azért, hogy ők egy másfajta közösségben legyenek. Why Jeremiah says to them, you are going to go to exile? Miért mondja nekik Jeremiás, hogy fogságba fogtok menni? In 2 weeks we are going to study the book of Jeremiah. 2 hét múlva Jeremiás könyvét fogjuk tanulmányozni. With Imre, the author. Amit Imre írt. Because you forgot to be the community. Azért, mert mi elfelejtettünk közösségben élni. And then Jesus died on the cross. Azután pedig Jézus meghalt a kereszten. And by his death. És halála által. He not only united heaven and earth. Nem csak a mennyet és a földet kapcsolta people össze. People with God. Az embereket Istennel, tehát revealing the character of God, who God truly is. És nem csak Isten jellemét mutatta be, hogy milyen is Isten valójában. He himself comes to sort the problem of sin. Ő saját maga eljött, hogy a bűn problémáját megoldja. But with his outstretched hands. De kinyújtott kezével. He unites all his children into one community. Egy közösségé egyesíti minden gyermekét. At the foot of the cross. A kereszt lábánál. We are all on the same level. Mindannyian ugyanazon a szinten vagyunk. There is not one better, worse, bigger sinner, smaller sinner. Nincsen jobb vagy rosszabb, kisebb, kevésbé bűnös vagy nagyobb bűnös. We are all the same. Mindannyian egyformák vagyunk. A community. Közösség. And you know what he says? És tudjátok, hogy mit mond? In John 14. János evangélium a 14. fejezetében. And when all is over, amikor mindennek vége lesz, he will come, akkor ő eljön. With a celestial Airbus 380, you know, jumbo jet. És egy ilyen jumbo jettel, egy Airbus 380-assal, mennyeivel természetesen.
and he will take all his children together to him. És minden gyermekét együtt fogja magához elvinni. You don't go to God when you die in a one seat Cessna plane. Amikor az ember meghal, tehát nem úgy kerül az ember a mennybe, hogy amikor meghal, akkor egy együléses Cessna gépben menne a mennybe. All his children will go together in a celestial Airbus 380. Isten minden gyermeke egy hatalmas nagy repülőgéppel, egy mennyei Airbus 380-assal, a legnagyobb géppel fog 800 menni. 800 people. Tehát ez az Airbus 380-as 800 ember tud felvinni. De ez persze Isten többet. And the last Revelation 19. És a Jelenések könyve 19. fejezete. The angel says. Az angyal azt mondja. Let me show you the bride of Christ. Hadd mutassam meg nektek Krisztus mennyasszonyát. And I saw a city descending from God. És akkor láték egy várost Istentől leereszkedni. What's that? Mi volt ez? A community. Ez egy közösség. A community of redeemed people. A megváltott emberek közössége. One day, egy nap, everything that you see, mindez, amit látunk, is going to disappear. El fog tűnni. We have been moving offices at TD. Most a divíziónál ugye irodákat cserélünk. And I have seen that Paul Tompkins in one of the visits to Hungary. Azt láttam, hogy Paul Tompkins az egyik magyarországi látogatása alkalmával. He received a book, 1000 csodás, you know, 1000 wonderful things about Hungary. Kapott Magyarországról egy könyvet, hogy 1000 csodálatos dolog Magyarországon. So I got that book. Úgyhogy én elvittem azt a könyvet. So one day every wonderful things that you see. Egy nap minden csodálatos dolog, amit most látunk, is going to disappear. El fog tűnni. Only one thing will remain. Csak egy dolog fog megmaradni. You know what it is? És tudjátok, hogy mi az? The community of redeemed people. A megváltott emberek közössége. Because for God, mert Isten számára, who exists as a community, aki közösségben létezik, the most important thing, a legfontosabb dolog, is community. A közösség. That's what the Bible from the first page to the last is all about. Erről szól a Biblia az első laptól kezdve egészen a legutolsóig. Why we don't see it? Miért nem látjuk mi ezt a közösséget? Because we read the Bible through the glasses of contemporary society. Azért, mert mi a Bibliát a mai társadalom szemüvegén keresztül olvassuk. Of individualism. Az individualizmussal. But it's not what's in the Bible. De nem erről szól a Biblia. Because of the society. A társadalom miatt. The church is not important. A társadalom úgy gondolja, hogy az egyház nem fontos. If it works, okay. Hogyha működik, rendben van. If it doesn't, no big deal. Hogyha nem működik, hát nem olyan nagy baj. But let me make it plain. De hadd tegyem egészen egyszerűvé. Christ did not die to save sinners. Full stop. Krisztus nem azért halt, hogy de halt meg, hogy megmentse a bűnösöket. Pont. Let me say it again. Christ did not die to save the sinners. Point. Tehát hadd mondjam el még egyszer, Krisztus nem azért halt meg, hogy megmentse a bűnösöket, pont. Do you know what the Bible says? Tudjátok, hogy mit mond a Biblia? Christ died to save the sinners in order to integrate them into his body that he calls his bride. Hanem Krisztus azért halt meg, hogy megmentse a bűnösöket, azért, hogy bevonja őket abba a testbe, amit az ő mennyasszonyának nevez. That's what the Bible says. Ezt mondja a Biblia. But because we read it through medieval glasses. De azért, mert mi középkori szemüvegeken keresztül olvassuk a Bibliát. It's about me, me, me. Minden csak rólam, rólam, rólam szól. That my sins are paid. Az én bűneimért fizetett. I can go to heaven. Én eljuthatok a mennybe. And I will be with my sweet Jesus all eternity.
És a drága Jézusommal leszek az egész örökké valóságon át. And if you are there, good for you. És hogyha történetesen te is oda jutsz, hát szerencséd van. But if not, the main thing is that I am there. De ha nem, akkor is az a lényeg, hogy majd én ott leszek. Do you know that all of us are disabled? Tudjátok, hogy mindannyian fogyatékosok vagyunk. Some of us physically. Vannak közöttünk olyanok, akik fizikai fogyatékossággal küzdenek. But all of us are disabled emotionally and spiritually. De mindannyian érzelmileg és lelkileg fogyatékossággal küzdünk. And if the Down syndrome people, Mongoloid people can know that being together is more important than me winning. És hogyha a Down-kóros emberek tudják, hogy annál fontosabb, hogy egy valaki egyedül megnyerje a versenyt, fontosabb az, hogy közösségben legyenek. How come that we who read the word of God don't know it? Hogyan lehet az, hogy mi, akik Isten igéjét olvassuk, mi ezt nem tudjuk? If you read the Bible through medieval ages, glasses, szemüvegi. Hogyha valaki középkori szemüvegen keresztül olvassa, vagy középkori szemüvegen keresztül nézve olvassa a Bibliát, the church will be always secondary. Az egyház mindig csak másodlagos lesz a szemében. The important will be that I believe the right thing. Az lesz számára a fontos, hogy én hiszem azt, ami jó. But according to the Bible, de a Biblia szerint, if you believe the right thing and do the wrong thing, hogyha valaki a helyet, tehát ha valaki helyes dolgokban hisz, de rossz dolgokat tesz, you are still on your way to hell. Akkor még mindig a pokol felé tart. In the words of the Bible, theologically, teológiai nyelven, a Biblia szavaival, orthodoxy must go with orthopraxy. Az ortodoxiának, az, tehát ennek a gyakorlásával együtt kell járnia. Yeah. The right believing must be connected with right living. A helyes hitelveknek a helyes életmóddal vagy gyakorlattal kell kapcsolatban lennie. Overemphasis on theology. Ha a teológiát túlságosan hangsúlyozzuk, creates an impression that Christianity is some kind of philosophy or ideology. Azt a benyomást keltjük az emberekben, hogy a kereszténység az pusztán valami filozófia vagy ideológia. As long as you get the theory right, hogyha az ember az elveket helyesen ismeri, then it doesn't matter on the practical implication. Akkor ennek semmi köze nincs a gyakorlati alkalmazáshoz. And you know why we think so? És tudjátok, hogy miért gondolkozunk így sokan? Because for most of us, mert a legtöbbünk számára the essence of God is truth. Az Istennek a lényege az igazság. He is the true God. Ő az igaz Isten. But here's the problem. De itt van egy probléma. If the essence of ultimate reality of everything is truth, hogyha a legvégső valóságnak a lényege mindenféleképpen az igazság, then you are going to judge everything according to your understanding of truth. Akkor az ember az égvilágon mindent az igazságról alkotott saját felfogása szerint fog megítélni. And here's the question. És itt van egy kérdés. Anybody here who has a perfect understanding of truth? Van itt valaki, bárki közülünk, aki azt mondhatja magáról, hogy tökéletesen érti az igazságot? Yet we are going to judge everybody on my understanding of truth. Mégis hajlamosak vagyunk arra, hogy mindenkit az igazságról alkotott saját felfogásunk szerint akarjunk megítélni. And you become overly critical. És ettől az ember túlzottan bírálgató lesz. You become judgmental. Ítélkező lesz. You become cold. És hideg. How come you don't do it if I can do it? Hogy lehet az, hogy te nem ezt csinálod, amikor én is ezt képes vagyok megtenni? My first car as a pastor. Lelkészként, amikor az első autóm was Skoda 105. A Skoda 105-ös volt az első autóm. I have learned a very important pastoral lesson with that car. És ezzel az autóval egy nagyon fontos lelkészi tanulságot ismerhettem meg. Sometimes the gas pedal is on the floor. Előfordul, hogy néha a gázpedált a tövig nyomjuk.
And everybody else except for Trabant is passing you by. És az égvilágon az összes autó mégis elhagy, kivéve a Trabantot. Because sometimes the gas pedal is on the floor and you can't do anything more. Mert előfordul, hogy időnként az ember tövig nyomja a gázpedált, de még ennél többre már mégsem képes, nem tud gyorsabban menni. We are all different. Mi mindannyian különbözőek vagyunk. Americans say, az amerikaiak azt mondják, somebody ceiling, hogy valakinek a valaki számára a plafon, is somebody else's floor. Valaki más számára éppen a padló. Hogy az egyik ember számára a plafon, a másik ember számára a padló. We are all different. Mindannyian különbözőek vagyunk. Some things are easy for me and difficult for you. Vannak bizonyos dolgok, amelyek számomra könnyen mennek, neked talán nehezen. Other things are easy for you, impossible for me. Más dolgok pedig neked mennek könnyen, de én számomra ez lehetetlen. But if the essence of reality is a relationship. Viszont hogyha a valóságnak a lényege, tehát a legfontosabb dolog a kapcsolat. Then you are going to put all your effort. Akkor az ember minden erőfeszítését into developing relationship, az emberi kapcsolatok ápolásába, kialakításába protecting fogja fektetni, azoknak a védelmébe, making sure you are a loving person. Hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy egy szeretetre méltó, szerető szívű ember because legyen. The relationships are the most beautiful, azért, mert az emberi kapcsolatok a legcsodálatosabb, yet most fragile thing in the whole universe. Ugyanakkor a legtörékenyebb dolgok az egész világegyetemben. Okay, let me finish. Hadd fejezzem akkor be. I mentioned the Paralympic Games in Atlanta. Említettem az atlantai paralimpiai játékokat. That generation of Americans. Az amerikaiaknak az a generációja. Who followed the Olympic Games in Atlanta. Azok, akik Atlantában figyelik az olimpiai, figyelték az olimpiai játékokat. Probably remember it the most. Talán arra emlékeznek a legjobban. Because the American women's gymnastic team. Azért, mert az amerikai női gimnasztikai csapat vagy tornás csapat managed to beat the Soviet Union gymnastic team. Tehát ennek az amerikai csapatnak, tornás csapatnak, női tornás csapatnak sikerült legyőzni az orosz tornás csapatot, női tornászokat. Because in 70s and 80s it was always the Russians who got the gold. Mert a 70-es és a 80-as években mindig is csak az oroszok szerezték meg az aranyérmeket. But the most memorable event of the Olympic Games in Atlanta. Az atlantai olimpiai játékokon a legemlékezetesebb rész az volt. Came when a small girl, Kerry Strong. Amikor egy kislány, Kerry Strong. 147 centimeters, 40 kilo. Aki 147 centi magas és 40 kiló súlyú volt. Was carried on the arms of her coach to receive her gold medal with the rest of her team on the platform. Tehát arra emlékeznek a legjobban, amikor ezt a kislányt az edzője a vállán vitte fel a dobogóra, hogy a csapattal együtt ő is részesen legyen az aranyéremnek, amikor átadják. The American women gymnastic team had a very small lead over the Russian team. Az amerikai női tornás csapat nagyon kevés pontszámmal vezetett az orosz csapat előtt. Before the last discipline, the vault. Az utolsó szám előtt ez az ugrás volt, tehát ilyen szaltószerű ugrás, ugrás. Igen. First four women on US team did well. Az amerikai csapatban az első négy lány versenyző nagyon ügyes volt, jól szerepeltek. The fifth American spoiled both attempts. És az, viszont az ötödik versenyzőnek mind a két próbálkozása sikertelen volt. When she landed, she moved. You have to stay 2 seconds. Amikor az ugrás után hát megállt, akkor mindig előre lépett, pedig így állva kellett volna maradni lépés nélkül. So everything depended on Kerry Strong and her last attempt. Úgyhogy minden attól függött, hogy Kerry Strong és az utolsó próbálkozásával hogyan tud majd megállni. You have 2 efforts. Két próbálkozása volt. And the team can only discard the 2 lowest scores. És a szabályok szerint a csapat csak a 2 legrosszabb pontszámot írhatja le. If she spoils it, then the Americans are not going to win.
mivel annyira szoros volt a mérkőzés, mindenki úgy érezte, hogy ha Kerry Strongnak nem sikerül, akkor az amerikaiak veszíteni fognak. She went for her first attempt. Az első próbálkozással elindult. And she fell. És akkor elesett. And the crowd was silent. És nagy volt a csend a tömegben. The crowd sensed the gold medal slipping away. Akkor a nézők, az amerikai csapat szurkolói úgy érezték, hogy most már biztosan elbúcsúzhatnak az aranyéremtől. But it was worse than the poor try. De még annál is nagyobb volt a baj, mint hogy egy sikertelen próbálkozása volt a lánynak. What people did not know was that she twisted her ankle. Amit az emberek, a nézők nem tudtak, hogy a lánynak kibicsaklott a bokája. And tore two ligaments. És két, tehát inszakadása is volt. Most people would not even go for the second try. A legtöbb ember ilyen sérüléssel nem próbálta volna meg másodszor újból a gyakorlatot. But Kerry Strong said, I will. De Kerry Strong azt mondta, hogy én mindenképpen megteszem, megpróbálom. And she went. És elindult. Twisted through the air. Az ugrást végrehajtotta a levegőben. Landed on her ankle, sprained. Az kificamodott bokájával együtt talpra állt. And stayed. És mozdulatlanul megállt. Motionless for 2 seconds. Két másodpercen keresztül mozdulatlanul állt. Before she collapsed. Majd pedig összeesett. And when the coach carried her to the platform. És amikor az edző a vállán vitte oda az emelvényre. She was asked, why did you do it? Megkérdezték tőle, hogy te miért tetted ezt, vagy miért tette ezt. Most people would not even give it a try. A legtöbb ember meg se próbált volna ilyen nehéz helyzetben egy ilyen she mutatványt. Said, I did it because of my team. Azt mondta a lány, hogy a csapatom miatt tettem. Imagine. Képzeljük el. How much people are committed. Hogy mennyire elkötelezettek az emberek. To the team in order to get an Olympic medal. A piece of metal. Egy sportcsapat iránt azért, hogy egy fém medált kapjanak, egy olimpiai érmet kapjanak. You and I. Te és én. Are part of God's team. Mi Isten csapatának a részei vagyunk. That is not competing for the piece of medal, a metal. Mi nem egy éremért, egy fém darabért küzdünk. And we don't consider it important. És mégse tartjuk ezt fontosnak. God said. Isten azt mondja. I want my community. Hogy én az én közösségemet akarom. I will build my church. Az én egyházamat felépítem. Now there is one thing clear from the book of Revelation. A jelenések könyvéből egy dolog kristálytisztán látszik. God will have that community. Hogy Isten létre fogja hozni mindenképpen azt a közösséget. One day he will say to the devil. Egy nap majd azt fogja mondani az ördögnek. Here they are. Itt vannak ők. I am proud of them. Büszke vagyok rájuk. They are my children. Ők az én gyermekeim. The question is, a kérdés az, do we want to be part of that? Hogy mi a részei akarunk-e ennek lenni? Or is the most important thing for me how I do? Vagy pedig az a legfontosabb dolog számomra, hogy én hogyan teljesítek, én mit teszek? So that I am successful. Hogy én sikeres vagyok-e? And I don't care about anyone else. És engem nem érdekel senki más. That means you know nothing about God that we serve. Ha valaki így gondolkozik, ez azt jelenti, hogy semmit nem tud Istenről, akit állítólag szolgál. Because Jesus left heaven. Mert Jézus elhagyta a mennyet. So that you could be saved. Hogy te üdvösségre juthass. So that we would be on the winning team. Hogy mi a győztes csapatban legyünk. That's the biblical teaching about the church. Ez a bibliai tanítás az egyházról. And it changed the way I think about it. És ez egészen megváltoztatja azt, hogy én hogyan is gondolok erre. And I hope it does the same to you. Én nagyon remélem, hogy a ti helyzetetekben is ez lesz az igaz. Az Úr áldását, jó éjszakát. Az Úr áldását kívánom, jó éjszakát. Köszönöm. Köszönjük az Úr üzenetét, és
áldásos Isten tiszteletünk befejezése előtt gyűjtsük össze adományainkat. Mai Isten tiszteletünk befejezéséként énekeljük közösen a 38-as számú énekünk első két versét, majd pedig Daniel Duda testvérünk imádsága után a harmadik és negyedik verset. Tehát a 38-as számú énekünket énekeljük, először az első két versét. Gracious Lord, kegyelmes Urunk, we want to thank you for the fact that you left heaven and came to save us. Köszönetet akarunk mondani neked azért, hogy elhagytad a mennyet és eljöttél, hogy megváltsál bennünket. That while we were sinners, you still loved us. Amikor még bűnösök voltunk, te akkor is szerettél már bennünket. And you wanted us to be part of the heavenly family. És azt akartad, hogy a mennyei családnak a részei legyünk. We want to commit ourselves to you. Neked akarjuk ajánlani magunkat. Through the Holy Spirit you can create a new community with us. Hogy a Szentlélek által egy új közösséget tudjál bennünk létrehozni. We want to be part of something bigger than a human endeavor. Az emberi próbálkozásnál nagyobb dolognak a részeivé szeretnénk válni. Human organization or institution. Minden emberi szervezetnél vagy emberi intézménynél nagyobbá. We want to be part of what you are doing in this time, in this place. Szeretnénk részei lenni annak, amit te teszel ezen a helyen és ebben az időben. And we want to belong to you now. És szeretnénk most hozzá tartozni. And for all of eternity. És az egész örökké valóságon át. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Thank you.
love of God. Isten szeretete. The grace of Jesus Christ. Jézus Krisztus kegyelme. And the fellowship of Holy Spirit. És a Szentlélek közössége. With all of us. Legyen mindnyájunkkal. Forever. Örökké. Amen. Amen.